Jézus parancsolt a viharnak, és azt mondta, békesség, csendesedj el. Jézus azt akarja, hogy az ő természet fölötti békességének erejében élj minden nap, és képes is vagy erre. Ebből a békességből kaphatsz természet fölötti védelmet, gyógyulást, vigasztalást, anyagi bőséget. Fogadd el a természet fölötti békesség impartációját, mely segíteni fog minden akadály és a lelked ellenségeinek legyőzésében. It's supernatural. Hello, Szidrop vagyok. Üdvözöllek világomban, ahol természetes a természet fölötti. Két olyan alkalom volt életem során, amikor Isten békességének hatalmas jelenlétét éreztem meg. Az egyik ilyen alkalom akkor volt, amikor megtértem és hívővé váltam. Akkor a legrosszabb félelemmel kellett elbánnom, amivel ember szembe kerülhet. Olyannyira rossz volt, hogy élni sem akartam. Majd lefeküdtem, és alvás előtt két szót mondtam, ima gyanánt, Jézus, segíts! Amikor felkeltem reggel, felkeltem, de valami megváltozott. A szobám megtelt kézzel fogható természet fölötti békességgel, olyan amit soha addig nem tapasztaltam életemben. Mivel soha életemben nem drogoztam, arról nem számolhatok be, hogy az milyen. Soha nem alkoholizáltam, még életemben egyszer sem rúgtam be alkoholtól, szóval még azt sem tudom elmondani, hogy az milyen. Azt viszont elmondhatom, hogy ez a békesség annyira csodás volt, ez mindent megváltoztatott velem kapcsolatban. Majd a második alkalom. Én egy ortodox zsidó vallású háttérből jöttem, és családomban az édesapám volt a kemény dió. Még csak ki sem ejthettem Jézus nevét otthon úgy, hogy ne lett volna nagyon mélyen megsértve emiatt. De amikor már halálán volt a kórház intenzív osztályán, egy héttel ezt megelőzően egy hatalmas békesség szállt rám, kézzel foghatóan ott volt, és csodás volt, de fogalmam sem volt, miért volt ott, de tetszett. Isten azonban tudta, miért van ott, a nap 24 órájában, a hét mind a hét napján ebben az elképesztő békességben jártam. És ahogy besétáltam abba a kórházba, ezzel a békességgel a bensőmben, hadd mondjam el nektek, az apám, aki soha addig nem akart elfogadni Jézust megváltójaként, most nem bírt ellene állni ennek a természet fölötti békességnek, és ott a saját füleimmel hallottam az én kemény ortodox zsidó vallású apámtól, hogy Jézus az én messiásom és uram. Most azonban, igen... Arra jöttem rá, hogy járhatok ebben a békességben, ugyanabban a jó indulatban és jelenlétben, ugyanebben az érzésben állandóan. Vendégem pedig megtanítja nektek is most, hogyan tehetitek ti magatok is. Dennis Clark, te ebben a természet fölötti békességben jársz a nap 24 órájában, a hét mind a hét napján, igazán? Csak úgy közted és köztem, most teljesen őszintén komolyan kérdem. Az őszinte igazságot? A nap 24 órájában, de ha valamivel elszúrom, jó gyorsan igyekszem visszajutni. Másokat is tanítasz erre, és ők is ebben járnak? Igen, sőt, az életem szenvedélyévé is vált ez. Amikor ezt felfedeztem, hogy ez olyan, amit másolni lehet, és sokszorozódik, egyszerűen beleszerettem, és az életemmé vált. A kisgyermekektől kezdve a nőttekig mindenki képes ezeket megtanulni. Oké, a héber kifejezője a békességnek shalom. A shalom szó jelentése sokkal több, mint a mi nyelvünkben a békesség. Mit jelent a shalom? A shalom jelentése békesség, teljesség, tökéletesség, beleértve a prosperitást, anyagi bőséget, gyógyulást, egészséges kapcsolatokat, Isten szellem által egybeszerkesztett barátságokat. Szinte mindent magában foglal, kezdve az igazság megismerésével, ami nekem tetszik, hogy nincs fájdalom. Mivel a shalomban Isten minden fájdalmat elvesz. Ebben a békességben biztonság van, sőt, szabadulás is. Nyugalom, harmónia, minden sértetlenül benne van, még az is, amit most kihagytam esetleg. Nos, az orvosok azt mondják, ha meg tudnánk szabadulni a stressztől, valószínűleg a legtöbb betegségtől is megszabadulnánk, melyeket ismer az emberiség. Lehetséges egyáltalán stresszmentes életet élni? Igen.
Igen, lehetséges. Ha pedig még nem élnél ebben, tudnod kell, hogy ott van ez, csupán egy karnyújtásnyira, hogy abban élhess, és ezt gyakorolhass. A stressz alapjában azt jelenti, hogy kontroll alatt vagy. És ez különösen igaz a férfiakra, mert ilyenkor a körülmények, vagy más emberek kontrollálnak, és ez az ellentéte annak, hogy Istenben bízunk. Akkor tehát választhatunk, hogy a körülmények, más emberek vagy Isten kontrollál, azaz irányít bennünket, de mindez egyszerre nem tud. Pontosan. Tegnap este a vacsoránál elmondtál nekem valamit, sőt be is mutatta, demonstráltad, és szerintem ez elképesztő. A legtöbb ember hallja, amit a másik ember mond, azonban te olyanról beszéltél, amit duális észlelésnek neveztél, magyarázd ezt el. A duális észlelés egyenlő a megkülönböztetéssel. Az emberek szavai mögött van egy természet. A Zsoltárok 19:15 szerint legyenek számmondásai és szívemnek gondolatai kedvedre valók. Tehát mindkettőnek elfogadhatónak kell lennie. Az emberek olyan jól megtanulták, hogy valami kellemeset mondjanak, de lehet, hogy annak természete nagyon is kellemetlen. Tehát a mögöttes szándék vagy indulat. Van egy belénk épített hazugságvizsgáló szerkezet, a Biblia ezt úgy nevezi a szellemek megkülönböztetése. Igen, ennek segítségével megállapítjuk, azaz különbséget teszünk a között, ami elhangzott, és ami a szavak mögött meghúzódik, tehát a mondottak természete között. A legtöbbünk, amikor beszél valakivel, mint ahogy most például én is beszélek veled, a kommunikáció elméből elmébe megy, azonban a természetét annak a szellem által tudjuk meg. Nos, te beszéltél egy olyanról, hogy eresszünk le elménkből a szellemünkbe, és ott éljünk a szellemünkben, amiről beszéltünk is már. Mondd el, mi a békesség 5G-je. Ez megtalálható a Szentírásban, és igazából ez az az irányvonal, ami által a Szent Szellem szeretné, hogy az életünket éljük. A békesség 5G-je közül az első, tehát G-vel kezdődő angol szó, govern, azaz uralkodni, Kolossi 3:15. Isten békessége uralkodjon a szívünkben. A második a guide, jelentése vezet. Isten békessége vezessen téged. A harmadik csodálatos, a guard, jelentése őriz. Filippi 4:7. Isten békessége őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ennek az atmoszférájában élni maga a valóság, és megvan benne az a tulajdonság is, hogy összegyűjt, ami az angol gather szó, a János 12:32 szerint Jézus mindeneket magához vonz. Van egy olyan tulajdonsága, hogy mágnesként vonza magához az embereket. Az emberek vonzódnak a valós nyugalomhoz. Amikor valakiből árad a nyugalom, a Szent Szellem békessége, ahhoz mindenki vonzódik, mindenféle háttérből, legyen az hívő vagy hitetlen. Meg sem tudják fogalmazni, mi az, ami vonza ők. Ez tehát vonz, azaz összegyűjt. Az utolsó a ground, jelentése megalapoz. Az Ézsaiás 9:6 szerint Jézus a békesség hercege vagy fejedelme. Az ige szerint az uralom az ő vállán lesz. Ezt elrendeli és megalapozza. Ez a megalapozás tetszik nekem, mert ez azt jelenti, hogy nem csupán a felszínen vagyunk ott, hanem mélyre ásunk és elmélyítjük a vele való kapcsolatot, ami véglegessé válik gyakorlás által. Halfway House-ban mi történt veled? Ez olyan, mint egy pszichológiai gondozóintézet Amerikában. A békesség természet fölötti manifestációja történt. Érezni lehetett a levegőben, hogy valaki menekülni próbál majd, mivel tele volt az atmoszféra töltéssel. Éreztem, hogy valaki készül valamire, erőszakos lesz, el akar menni, vagy hasonló. Ez a légkör olyan volt, mint egy figyelmeztető. Majd hirtelen valaki elővette egy kést. Nem vette be a gyógyszereit, én pedig ott álltam a kijárat előtt, majdnem átment rajtam. Egyenesen rám irányította a kés, de én a bensőmben éreztem Isten természet fölötti békességét. Olyan volt, mintha egy védő ernyő lett volna körülöttem ez a békesség, védelmezve engem biztonságot adott. Az elméd lehet azonnal azt jelezte, hogy menekülni kell innen, ki kell kerülnöm a képből. Igen, de ez a békesség ereje mindezt felülírta. Ilyenkor alapjában arra jössz rá, hogy a dolgok jobban mennek, amikor Isten irányít. Mondta ez az ember, hogy mit fog tenni veled? Igen, azt mondta, apró darabokra vagdal föl, ha nem mozdulok az útjából. Én azonban tudtam, hogy egy szilárd békesség volt bennem, ami által nem mozdultam onnan. Sőt, ennél még jobb is volt,
Mert ez már nem csak arról szólt, hogy engem biztonságban tart, és ez az ember nem tud engem bántani, de láttam a megnyilvánulását is annak, amit úgy hiszek, Jehova Shalom, aki a békesség istene, az, aki széttiporja az ellenséget lábad alatt. Mivel láttam őt, milyen volt a gyógyszerei beszedése nélkül, ahogy ott állt a késsel a kezében, láttam, hogy meglágyul, mi alatt ott álltam. Végül a kést is letette, és olyan lágy volt, mint egy kicsi kölyök kutya. And was he was just like as tender as a little puppy. Felfogtátok ezt? Természet fölötti védelem van a természet fölötti békességben. Mit szólnátok ahhoz, ha természet fölötti jó indulatot is kapnátok ebben a természet fölötti békességben? Mindjárt visszajövünk. Hello, Sidrop vagyok, Dennis Clarkkal. Dennis, egyszer 13 és fél órát utaztatok autóval, késő éjszaka volt már, és nagyon fáradtak voltatok, pedig közel voltatok már a hoteletekhez. Majd hirtelen azt láttátok, hogy kivonult a helyszínre a rendőrség, és kihúztak egy rendőrségi útlezáró szalagot. Meséld ezt el. 13 és fél órán keresztül ültünk már az autóban vezetve, és már este 10 körül lehetett, amikor csak néhány kilométerre jártunk csupán a hotelünktől. Akkor hirtelen a 8 sávos autóutat, melyek tele voltak autókkal, lezárták. Valamilyen bűncselekmény történt, és a büntet színhelyén a rendőrök kihúzták a sárga szalagot, lezárva minden utat, ugyanis lövöldözés volt, és az emberek biztonságát is biztosítani akarták, illetve elkapni a tetteseket. Az autók próbáltak visszafordulni, valahol egérutat nyerni, mivel mindenki látta, hogy ez sokáig el fog tartani. Jennifer és én, ahogy ott ültünk az autóban, azt mondtuk, most gyakorolni fogjuk azt, amit prédikálunk. Isten jelenlétébe fogunk most jutni, ahelyett, hogy az elménkbe kerülnénk, és elemezgetnénk a történteket, amit amúgy sem vitt volna előre. Éreztük Isten békességét, és ebben a békességben egy teljesen logikátlan dolgot éreztem, méghozzá azt, hogy át kell sorolnom a másik sávba. Abban a pillanatban előrébb ment egy autó, amely mögé be is tudtam húzni az én kocsimat. A gyönyörű az egészben az volt, hogy ebben a pici kis lépésben, hogy sávot váltottam csupán egyetlen autóhosszal, hirtelen a semmiből felbukkant egy rendőr. Leemelte a sárga szalagot, és elengedett néhány autót, kb. 8-at vagy 9-et. Ahogy mi is áthaladtunk, azonnal visszazárta a szalagot. A te autód volt az utolsó, amit átengedett? Az enyém volt az utolsó, amit átengedett. Nagyon izgatottan vezettem az autóúton, belenéztem a visszapillantó tükörbe, és láttam, hogy senki nem jön utánunk, a rendőrt sem láttam már. Előttünk is csak az a másik 8 autó megy, melyet elengedtek velünk együtt. Abban a pillanatban jött a gondolat, hogy az nem egy rendőr volt, hanem egy angyal volt, mondtam, és szerintem angyali segítséget kaptunk. Nincs is semmi más logikus magyarázat, hogy egy ilyen helyzetben miért csak 9 autót engednek át. Egyetértek veled, szerintem és csak is angyali segítség lehetett. Azt tudod, meddig kellett ott várakozniuk a többi autónak? Ez este 10 körül történt, másnap reggel olvastuk az újságban, hogy autós üldözés és lövöldözés volt, és csak reggel 6-kor nyitották meg a sávokat, hogy az autók elmehessenek. Mi viszont jót aludtunk a helyet. Sőt, még jobban is belegondolva, hogy mi is ott dekkolhattunk volna. Biztos, hogy egy angyal volt, mivel semmilyen logikus magyarázat nincs erre. Isten békessége azonban utat készített ott, ahol nem volt út. Nos, én is szívesebben pihentem volna a hotelágyban, mint az a többi autós, akik egész éjszakán át ott időztek saját autójukban. De tudjátok mit? Annyira egyszerű Isten természet fölötti békességében élni a nap 24 órájában, ahol a jó indulat átjár és felülír minden mást. Dennis ezt gyerekeknek is tanítja. Mesélj arról a kislányról, aki nem tudott éjszaka aludni, és félt este lefeküdni. Egy 4 éves kislány, aki nem tudott éjjelente aludni, mindentől félt. A szülőknek ez óriási gondot jelentett, sokat küszködtek vele. Imádkoztunk érte, és érdekes módon csupán egyszerűen elmagyaráztuk neki az alábbit. Jézus él benne, tedd ide a kezed, és érezd, hogy ő ott van bent, és valóságos kapcsolatban, közösségben lehetsz vele. Ahogy mosolyogni kezdett, tudtuk, hogy kijelentés szintjén megértette ezt az igazságot. A
azt mondtuk neki, amikor mész aludni, Jézus ugyanúgy veled megy. Ő pedig elkezdte kihirdetni, amikor szülei kérdezték, hogy aludni fog-e, és az alábbit mondta harcias tekintettel. Jézus és én együtt megyünk most aludni. Ő semmitől sem fél, így én sem. Ha tehát jól értelek a természet fölötti békességben, van egy úgynevezett erőtér, amihez erő kapcsolódik. Ez abszolút így is van. Ez a békesség ereje. Mi a helyzet a betegségekkel, a halálos betegségekkel? Ugyanaz. Azt tanítottuk az embereknek, hogy sokszor még a halálos betegségek esetén is azok a kínok és félelmek, melyekkel együtt élnek, rosszabbak és súlyosabban hatnak rájuk, mint a betegségek. Ha rá tudjuk őket venni arra, hogy elbánjanak azokkal, a bennük uralkodó békesség aztán üzenetet küld a test további részének, ami elősegíti a gyógyulást. Mi szinte majdnem minden esetben fizikai gyógyulást láttunk meg, amikor belső békességre jutottak emberek, amit úgy is nevezünk Krisztus ura. Ez nagyon erőteljes üzenetet küld a test további részébe. Mesélj arról a nőről, akinek ízületi gyulladása volt. Az ízületi gyulladásos nő nagyon-nagyon beteg volt. Annyira, hogy nem tudták, az sem vajon életben marad-e. Nagyon meg volt keseredve, ezért mindennél jobban volt szüksége arra, hogy a megbocsátás üzenetét meghallja. Saját anyjának nem tudott megbocsátani, és hiába volt már idős, a meg nem bocsátás még mindig nagyon intenzíven ott volt benne. Az ujjait nem bírta kiegyenesíteni az ízületi gyulladástól, de ahogy megbocsátott édesanyjának szívéből, a kezeit elhagyta az ízületi gyulladás azonnal, ott a szemünk láttára. Azonnal kiegyenesedtek az ujjai és kezei, ahogy megbocsátott anyjának. Ki gondolta volna, hogy ekkora nagy kapcsolatban áll ez a két dolog? Mennyire csodálatos, mikor saját szemeinkkel meglátunk csodákat történni. Isten szelleme azt mondja nekem, hogy valakinek a csontjai egészen a nyaktól, a karonát, az ujjakig, és ha bárhol fájdalmad van a hátadban, de különösen most a nyakadban, bárhol ezeken a területeken a csontok meggyógyulnak most azonnal. Elhagy most a fájdalom. Dennis, te is érzed azt, amit én? Szó szerint érzem, hogy eltávozik a fájdalom emberektől. Igen. A szünet után megkérem majd Dennist, tanítson minket arról, hogyan járhatunk mi is ebben a természet fölötti békességben. Hello, Sidrop vagyok. Engem teljesen magával ragad ez az egész, hisz jól tudom, mi történt a saját életemben, amikor ebben a természet fölötti békességben kezdtem el járni, és amikor rájöttem, hogy a nap 24 órájában tudok ebben járni. Dennis, mesélj nekem arról az indiai asszonyról. Egy nagyon érdekes utazásban volt részünk, amikor néhány pásztortársammal együtt Indiába, a Maritimes-ba mentünk. Megálltunk valakinek a házánál, hogy házi összejövetelt tartsunk. Együtt voltunk sok pásztor, és mi egy házi összejövetelt tartunk, mintha mindenkire jutna egy pásztor. Voltak újak, akik életükben először fogadták el ott az Urat, mások betöltekeztek Szent Szellemmel, és az egész közben, ne felejtsük, hogy 15 szolgáló volt jelen, szóval az egész kellős közepén az egyik nő teljesen összeomlott, és hisztérikus zokogásban tört ki. Azt mondta, én is akarom Jézus sokkal jobban, de ti nem érthetitek. Én is szeretném mindazt, ami megvan ezeknek az embereknek, de ti nem érthetitek az egész életem. És ahogy elkezdtem mondani, mi is történt vele, a 15 szolgálóból rám és Jenniferre néztek, és azt mondták, ő a tietek. Azt mondtuk, rendben. Letérdeltünk mindketten mellette, a többiek meg csak nézték, mi lesz most, hiszen érzelmileg totál kibukott a nő. Akkor megkértem, hogy csak tegye a kezét a hasára, és azt mondtam, megengedjük most annak a Jézusnak, aki benned van, hogy elbánjon mindazzal a dologgal, amik miatt sírsz és kiáltasz. Még mindig nagyon hisztérikus volt, szóval azt mondtam, egyik dolgot veszük a másik után, egyszerre csak egyet. Talán mindenkinél több trauma érte az életében, mint bárki mást, akit életemben láttam, de kevesebb, mint 20 percen belül az alábbi történt. Te szó szerint megmutattad neki, hogyan szabadítsa föl magában
a békesség fejedelmét vagy hercegét ezekre a helyzetekre? Igen. A bennünk élő békesség fejedelme Jézus minden egyes területre behatol és elbánik azokkal. Ennek a nőnek 5 nagyon komoly sérelme volt. Az első, hogy kisgyermekként brutálisan verték nadrágszíjjal, olyan szinte, hogy vére folyt, és a sebeknek nyoma is maradt. Sírt ugyan, de már az első dologban békességre jutott. Majd áttértünk a másodikra, ami az volt, hogy gyermekként molesztálták és rendszeresen megerőszakolták. Teljesen összetört a szívünk. De ahogy láttuk, hogy a sérelmek okozta fájdalomból egyre nagyobb békesség jut a szívébe, majd hirtelen megállt, rám nézett és azt mondta, te pontosan tudod, hogy mi megy most végbe bennem, igaz? Azt mondtam, igen, és két bizonyság megáll. Én pontosan láttam, ahogy a benne lévő Jézus eltörli azokat a sebeket, ő pedig nem csupán magában érezte ezt, rajtam is látta. Így még valóságosabb volt számára, hogy ez ténylegesen meg is történt. Ez megerősíti, mint az, ahogy két bizonyság megáll. A harmadik dolog az volt, hogy más is megerőszakolta. A negyedik, hogy több abortusza történt. Átimádkoztuk az ezekből okozott sérelmeket és fájdalmakat is. Az utolsónál annyira erősen sírt, hogy szinte lehetetlen volt számára kimondani. De kértem, hogy mondja ki hangosan. Azt mondta, láttam a saját fiam, a saját szemem előtt, ahogy megölt egy embert, és soha senki nem tett semmit ezzel. Átimádkoztuk vele ezeket a hatalmas fájdalmakat, mindezek nagyon komoly megsértése volt személyiségének. Ezért is van, hogy csak is Isten képes a természet fölött itt megcselekedni. Végül teljesen megváltozott az arca, az egész kinézete, mosolygott, tele volt örömmel, azonban ami a legnagyobb hatással volt rám, az a kijelentés, ami az ő saját száján keresztül jött ki. Azt mondta, érzem, ahogy Isten békessége teljesen körbevesz, és biztonságot nyújt nekem. Elmegyek a rezervációba, és megtanítom az ottani embereknek is, hogy kell ezt csinálni, és akkor ők is szabadok lesznek. Egy pillanat múlva a kedves nézőinknek is megtanítjuk majd, hogy kell ezt csinálni. Most azonban hadd mondjam el a legcsodálatosabb dolog. Amikor Dennis elmegy olyan helyekre, mint például bevásárlóközpontok, éttermek, stb., és a teljes atmoszféra megváltozik ott. A legjobb, hogy ezt mi mindnyájan képesek vagyunk megtenni. Dennis, megtanítanád nekünk, mi hogyan tudjuk ezt megtenni? Az első dolog a fókuszunk, figyelmünk összpontosításának megváltoztatása. A megbocsátásnak úgy kell megtörténnie, hogy ezt érezzük is. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy az elménkben bárki vagy bármi felmerül, ami kimozdít bennünket a békességünkből, azt hozzuk le ide a hasüregünk területére. Segít, ha még fizikailag is oda tesszük a kezünket a hasunkra, és érezzük, ahogy ott van lent az a személy vagy szituáció, akinek vagy aminek megbocsátása van szüksége. Akkor pedig hagyjuk, hogy maga Krisztus a megbocsátó befolyjon, beáradjon abba, majd abból ki. Addig tedd ezt, amíg nem érzed a békességet, és ez gyorsan megtörténik. Fönt az elmédben a történelmi bejegyzés marad, ide lent pedig a mennyei bejegyzés. Szeretném, ha most becsuknád a szemed, bárhol is vagy. Tedd most a hasadra a kezed. Kérd most a Szent Szellemet a 139-es Zsoltár szerint, hogy vizsgálja meg a szíved, hogy van-e benned bármi, ami nem jó, bármi, ami rombol, pusztít, bármilyen káosz, vagy bármi, amit helyre kell tenni, és állítsa helyre a békességet benned. Az első személy vagy szituáció, ami most felmerül benned, engedd meg, hogy a benned lévő Jézus, aki a megbocsátó, behatoljon arra a területre, ami rombolást végzett. Engedd meg, hogy bemenjen érzéseidbe, és aztán azon keresztül távozzon minden negatív. Engedd, hogy elvigye, kivegye belőled ezeket. Ahogy a Szentírás mondja, élő víznek folyamai ömlenek bensődből. Ez a folyam a szerető megbocsátás, ami kifolyik belőled és felcserélődik békességre. A legtöbbször az esetek 90%-ában nem is kell többet tenned ennél. Én elmondhatom, hogy átéltem ezt a békességet, és azt mondom nektek is, Shalom!